Szép napot kívánok! Ugye milyen szép vagyok így ebbe a szép maszkban, és a legfontosabb dolog, amit ezzel be akarok bizonyítani önöknek, hogy mennyire hasznos ez a maszk. Tessék most megnézni, hogy mit csinálok a maszk alatt. Na, kitalálják? Ki? Megmutatom, hogy mit csináltam a maszk alatt. Szélesen mosolyogtam. Szélesen és boldogan mosolyogtam. Hamvas Béla azt mondja, hogy ha nem találod valaminek a pozitív értelmét és értékét, nem azt jelenti, hogy a pozitív, tehát valaminek, ami veled történik. Bármilyen nehéz sorshelyzet, úgymond agresszív sorshelyzet, fájdalmas lelkileg, szelleminek, esetleg még testileg is fájdalmas sorskörülmény, egy helyzet, persze felnőtt emberekről beszélünk, ugye? Tehát saját magunkról elsősorban, mert amiről én beszélek, az asztrológia a személyes személyhoroszkopokat készít, személyes horoszkopokból kiolvasható megváltási, megváltódási, boldogulási életprogramokat tár fel, illetve mindennek az elérési nehézségeiről szóló karmát, a karmának a jellegét és bélyegét és színezetét tárja fel. Tehát itt kimondottan személy és személyes személycentrikus, tehát én nem hogy elvetem, de fölöslegesnek találom azt, hogy Budapest születésére, vagy Bukarest születésére, vagy ország alapításra, vagy mit tudom én, mire készítsünk horoszkopokat, és azt értelmezgessük, mert az utólagos belemagyarázás szerintem sem értelme, hiszen egy országnak, egy városnak nem lehet újjászületni. Újjászületni csoportosan nem lehet, tehát ahogy csoportos és tömeges vétek nincs, csoportos karma sincs igazából, úgy csoportos, tehát csoportos boldogulási, mond, tehát megváltási lehetőségek sincsenek. Tehát azt mondja Hamvas Béla, hogy ha nem találod valaminek az igazi, pozitív, úgymond üdv értékét, a boldogsághoz vezető értelmét, akkor nem azt jelenti, hogy ez az értelem nincsen, nem létezik, hogy nincs meg ez az ok, ez az égi ok, ez a spirituális ok, ez az egész sorsodból következő ok, és ez a megváltódási programodból következő ok. Ugye tudjuk, hogy a személyi horoszkopokban van egy pont, amely úgynevezett boldogságpont, vagy a megváltáspont, ez a sárkányfej, ahova el kellene érkezni mindenkinek valamikor, illetve ez nem egy hely, hanem egy helyzet, egy állapot. Mondjuk, hogy azt is mondhatnánk, hogy körülmény, megfelelő körülmények is járnak vele, de inkább belső, meg fogjuk látni mindjárt, erről szól az előadásom, belső körülmény, belső állapot, belső helyzet, belső magatartás, belső, csak ezt tudom mondani, egy állapot. Na, tehát, hogyha nincs ez a pozitív értelme meg egy negatív jelenségnek, mint például a maszkhornásnak, ami számomra nagyon-nagyon kellemetlen, úgy érzem, hogy én hozzászoktam a tiszta levegőhöz. A nyaranta Csíkszeredában két és fél hónapokat majdnem kint nyaraltunk sátrakban a Hargita alján, Hargita lábánál, azoknál a halastavaknál, és itt Gyomaendrődön még inkább tiszta természeti környezet vesz körül, hogy elhaladnak néha teherautók is, amelyekből esetleg gáz is, hogy mondjam, kellemetlen szagú, és esetleg netalán még mérgező gázok is jönnek ki. Ez nem érződik itt annyira, mint például Csíkszeredában a blokklakásban. Ott, ahol a főtéren, a Kossuth-Lajos utcában laktunk, és egyértelmű, tehát déli fekvésű lakásaink voltak, és egyértelműen ott éreztük az úgynevezett smogot. Na, tehát a koronavírusra visszatérve, bár nem ez a témája a mai előadásomnak, és szeretném, hogyha egyre inkább nem az lenne, és ritkulna, de hát nem lehet, egyelőre ez a jelenség, nem is a koronavírus, hanem a
koronavírus elleni a legtöbb orvos és tudós szerint fölösleges és inkább politikailag indokolt védekezési rendszer, vagy játszma, vagy minek lehet nevezni, az benne, itt lesz most az életünkben egy darabig, mert a politikusok megáltalkodottan hisznek abban, hogy ez így jó. Biztos, hogy megvan a maguk pozitív oka is, és elképzelései is erről, de mi persze, hogy egyelőre a negatívokat látjuk, mi szabadsághoz szokott, és hogy mondjam, egymás isteni arcához és saját isteni arcunkhoz szokott emberek, ezt kevésbé viseljük el, ugye, hogy ne látszódjon a maszk miatt az, hogy mosolygunk, vagy szomorúak vagyunk, vagy csodálkozunk, vagy kérdően nézünk valakire. Tehát igaz, hogy a szemek is sok mindent kifejeznek, de és egyesek törekszenek arra, hogy a szemeikkel mosolyogjanak, ha nem látszik a maszkban az, hogy ők szájjal mosolyognak, ugye? Vagy éppen akik szomorúak, a depressziósak és így tovább. Nekünk az a lényeg, hogy megtaláljuk, például ebbe is megtaláltam én a pozitívumot, lehetőséget, hiszen az ember, amikor boldog, akkor mosolyog, nem? És az, hogy mondjam, az emberek furcsán veszik. Na most, amikor én kim vagyok, itthon nyugodtan mosolyoghatok, és húzhatom el a szájamat, ahogy akarom, és még viccelhetek is, de kint a városban azért ez kínos lenne, hogy mindenki azt lássa, hogy én ilyen széles szájúan mosolygok, vagy általában mindenen mosolygok, minden derülök, és így tovább, hogy messziről sugározzon ez az én arcomról. És pedig ez lenne a normális emberi, úgymond magatartás, emberi állapot és helyzet. Na, tehát megvan a lehetőségem, hogy a maszk alatt akkorákat mosolyogjak, amekkorákat csak én akarok, úgy vigyorogjak, ahogy én csak akarok, és az gyógyít. Egyszer egy jezsuita szerzetesnek hallgattam az előadását, Csík Somjón, aki azt mondta, hogy a börtönbe, ahol annak idején, még ugye az 50-es években elhurcolták Romániában a papokat, kiket kényszermunkára, kiket börtönökbe, különböző okokkal, illetve ürügyekkel és indokokkal, ugye hamis okokkal, hogy szívfájdalma lett neki nagy és erős, és akkor visszaemlékezett arra, hogy a jezsuitáknál, mert ott készült, ott nyert beavatást, úgymond megtanították azt, hogy a betegségekre, de különösen a szívfájdalomra a kacagás, az okkal vagy ok nélküli kacagás az segít, az gyógyít. És azt mondja legalábbis, azt mondta ez a szerzetes, már idős volt akkor is, nem hiszem, hogy még élne, Szatmáról érkezett Csíksomjóra, erre az ifjúsági találkozóra, amiket annak idején a tiszti ott szervezett, Gerge István nevezetű volt papról van szó, azóta ott hagyta a rendet, és, vagyis a papságot, és családot alapít, három gyermekes boldog családapa. Na, tehát szervezte ő ezeket az ifjúsági találkozókat, és meghívta ezt a valamiért neki szimpatikus jezsuita szerzetest, aki ezt elmesélte nekünk, hogy kérem szépen, mi közben, és annak ellenére, hogy állítólag már oda volt írva, hogy vége, halálán van, vége lesz neki egy pár hét vagy hónap múlva, ő elkezdett a cellájába kacagni és kacagni és kacagni. És szegény, azt mondták a börtönőre is, békén hagyták, hogy szegény megőrült, azért, hogy bezárták, igazából ártatlanul, ugye, ártatlan áldozatként úgymond. Noha itt megint a karmáról lehet szó, mert ki tudja, hogy mi volt neki a halak konstellációjában, a személy horoszkópjában, illetve, hogy 12-ös házában, a remetéskedés házában nem-e volt több bolygó, vagy éppenséggel egy karmikus pont, tehát sárkányfarok, vagy a Lilit, vagy éppen nem-e a kakas évében született, ami szintén halak karmára utal. Tehát mindenképpen a halak karmásoknak jó, hogyha visszavonulnak, csendben maradnak,
egyedül maradnak többször is, kreatív magányban, ahol lehet meditálni, lehet spirituális naplót írni, lehet spirituális jellegű regényeket és tanulmányokat olvasni, és úgy általában elmerülni, elmerengeni, sőt, amit én nagyon-nagyon hasznos tevékenységnek tartok ilyen szempontból, mert ezek általában munkaházak, még akkor is, hogyha ez elcsendesülés, lenyugvás háza, életköre, ugye, tehát lehet mantrákat, úgymond imádságokat, személyes, megint csak személyességről van szó, személyi realizációjogról, megvalósításról, nem véletlenül is nem hiába vagyunk ide a bőrünkbe bezárva, nem hiába fizikai személyiségünk itt végződik, ahol a bőrünk van, a Szaturnuszhoz tartozik ez is, tehát. De nem ő, nem a halak uralkodó bolygói, akik elcsendesítenek, noha a Neptun ezt kívánja, ezt kéri, hanem egy másik konstellációnak az uralkodó bolygója, a Szaturnusz, amiről már rengeteget beszéltem. Tehát személyes imádságokat, úgynevezett mantrákat kell írni, jelmondatokat, úgymond, biztató, önerősítő, lélekemelő és lélekerősítő és szellemerősítő és szellememelő, és tisztázó, úgymond, mantrákat, vagyis imádságokat kell írni, és ezeket most már megvannak ezek a technikai eszközeink, ilyen hangrögzítő, különböző hangrögzítőkkel lehet ezeket rögzíteni, memorizáltatni, és ezeket visszahallgatni, lehetőleg autóvezetés közben azoknak, akik sokat autóznak, ugye, vagy arra kényszerülnek, hogy a munkahelyikre autóval menjenek, a dugóban ne idegeskedjenek, hanem hallgassák ezeket a csendesítő, nyugtató és felemelő, tehát spirituális igazságokat kimondó mantrákat, amiket a saját hangjukkal vesznek fel, tehát saját maguk számára, a bennük levő Isten úgymond mondja ezeket a mantrákat, mondja fel ezekre a hangrögzítő kütyükre, tehát eszközökre. Nos, tehát nem tudjuk, hogy ennek a papnak és mindazoknak a papoknak, akik így börtönbe voltak zárva, hogy ez amiatt volt-e, hogy a karmájuk, erről szólt még, és akkoriban még ilyen volt a világ. Nem is tudom, hogy kicsoda, aztán valamelyik gyermekem megkérdezte, hogy az első világháborúban egy ilyen viszonylag és aránylag békés időszak után miért következett egy ilyen monstruozitás, ugye, amit világháborúnak nevezünk, és amit Hamvas Béla, melyben Hamvas Béla részt vett és megrettent, ugye. Na most én most semmiképpen nem akarok senkinek, nem is bíztatom, hogy arra, hogy és ez a téma, a mai témám arról szól, hogy ennek bedőljünk teljes egészében, noha igaz lehet, hogy úgymond az akkor már működő, és úgy talán a francia forradalomtól errefelé egyre inkább és nyilvánvalóan úgymond a világ sorsát intézni akaró túlgazdag és ultragazdag emberek, úgymond szabadkőművesek, vagyis a szabadkőművesek és a gazdagok, nem tudom, hogy most már mekkora az összefonódás és melyik a fontosabb, a szabadkőműves eszmevilág és eszmerendszer, vagy éppenséggel a túlgazdagodás, ugye? De mindenképpen ők, ahogy mondja Drábik János, nem megválasztottan, csupán abból kifolyólag és annak köszönhetően, hogy hatalmat biztosít, illetve befolyásolási manipulációs lehetőséget, és ezáltal ilyen hatalmat biztosít számukra a gazdagság, az ultragazdagság, amikor lehet ugye pénzt nem szórni, hanem olyasmibe befektetni, ami az embernek a hatalmát és a befolyásolási erejét növeli és konszolidálja, erősíti. Tehát, hogy ezek készítették volna számunkra a világháborút, mert ezzel becsapnám a gyermekeimet. Tehát azt mondtam egyelőre, hogy akkor még az emberiség egy ilyen színvonalon állt, hogy ilyen tömegesen, tehát ilyen sorstörténetekben kellett részesülniük,
De nem mindenki halt meg, egyesek túlélték, hazajöttek és élték tovább az életüket, mások belerokkantak, ismét másokat elvittek és elhurcoltak munkatáborokba, onnan hazajöttek valamennyien, legtöbben, de egy-egy traumával, ugye, pszichózissal, stb. Stb. Mindegy. Tehát most csak azért arra akarok kitérni, hogy az emberekkel történnek, és velünk is, és velem is, és mindannyiunkkal olyan történések, olyan események, amelyek megint csak azt szolgálják, amiről Hamvas Béla beszél ebbe a fantasztikusan megfontolandó mondatában, szinte azt mondtam, hogy mantrájába, tehát abszolút igazságába, tehát ezt Jézus is kihirdethette volna. Tehát, hogy amennyiben nem találod valaminek a jó okát, a pozitív okát, akkor azt jelenti, hogy nem kerestél eleget. Például én ezt csak következtem, tehát nem okként akarom felhozni, hogy a maszk alatt jól lehet mosolyogni és vigyorogni, és bazsajogni, nem ez az oka neki, ez csak következménye. Az ok az sokkal mélyebben van, arról már többször is beszéltem, de még most is szeretnék beszélni arról, de igazából ez az ok egyenértékű azzal, hogy miért élünk az élet, miért van életünk, miért vagyunk a világon, és így tovább. Eltelt a szűzhava, akkor kellett volna tulajdonképpen megint a rendeltetésről beszélnem, ilyen mélységben legalábbis, amilyenben készülök, hogy beszéljek megint. Ismételve igenis saját magamat. De emlékezzünk arra, hogy ezeket a mantrákat milyen sokat kell ismételni ahhoz, hogy a tudattalanunkba beivódjanak, bevésődjenek, átvegye a tudattalanunk ezeket a gondolatokat, ezeket a pozitív képzeteket arról, hogy az mi életünkben mi is a pozitív realizáció. És itt tényleg álljunk meg egy szóra, most már ne felületeskedjünk, egy kicsit beszéljünk ezekről a mantrákról, hogy mit kell ezekre mondani, illetve elsősorban az ember saját magának megírni. Én ilyen 4-5 mondatos, 6-7-8 van, amikor 10 mondatos, ilyen pozitív, tehát nekem szükségem van az arra, hogy racionálisan és logikusan is megindokoljam magamnak. Nekem nem elég egy ilyen, úgymond egy ilyen kinyilatkoztatásszerű mondat, mind amilyent Jézus is szokott mondani, tanítani, ugye, hogy boldogok a lelki szegények, de tudjuk, hogy bolondokról beszél. Tehát a bolondok azok, akiket a többi ember bolondnak néz, mivel az általános boldogsági elképzeléseket nem úgy és a szomorúkodni valókat nem úgy teljesíti, hogy a nagy többség. És ez így volt időtlen idők óta, és így lesz még nagyon sokáig. Tehát a többiek, a világ úgymond bolondnak bélyegzi azokat, akiknek más az értékrendje, az életrendje, és ennek köszönhetően tényleg boldogak, és akik el akarják érni ezt a boldogságot, amiről Jézus is beszélt és tanított. Hogy miért úgy néz ki, hogy hiába, most a koronavírus ezt bebizonyította nagyon, az megint egy másik kérdés, másik téma lenne. Egyszer talán arról is fogok beszélni, de elég a Hamvas Bélának a Bizánc című esszét elolvasni, ahol leírja, hogy hogyan hamisodcsították meg, illetve hogyan cenzurázták, hogyan írták el át a 4 kanonizált evangéliumot, a többi meg nem érdekelte. Tehát ők azt mondták, hogy tehát a Konstantinápolyban, utána meg Niceában, hogy ezek így dogmaszerűen, ezek érvényesek, Jézus ezt tanította, ezeket cselekedte, Jézussal ez a helyzet, vizen járt, mit tudom én, gyógyított, feltámasztott, vízből bort csinált, stb. Stb. És akkor, hogy ez szerint kell ezt a úgynevezett keresztény hitrendszert tanítani, vagy erről beszélni a templomokban, és ez szerint kell élni. Na, tehát Jézus nem vallást tanított, hanem beavatást. Tehát a kereszténység az eredeti formájában, úgy, ahogy ő tanította, az egy a legmagasabb beavatási rendszer, szerintem legalábbis, és ezzel nem akarok sem felsőbbrendűségi komplexusokat
idézni magamnak, még egolatriában sem szenvedek, mint ahogy egyesek azt gondolják és feltételezik. Sőt, ezekben a mantrákban például újabban még inkább, ha azelőtt nem történt meg, a szerénységre, a szelídségre úgymond oktatom és tanítom magam, illetve hívom fel magamnak a figyelmét, és az önzetlenségre. És az a boldogság is, amiről én beszélek, és amiről Jézus is azt mondta, hogy ha így és így is amúgy teszitek, akkor léptek majd be a boldogságba, de ezt nevezte ő királyságnak is, meg mennyek országának is. Tehát így tanítja az ember saját magát a boldogságra, de ez nem egy, hogy mondjam, egy a valóságot, a tárgyi valóságot felülíró boldogság, hanem hogy mondjam, egy olyan látomás, egy olyan pozitív látomás, aminek be kellene, és be kell, hogy következzen, annak a következtében, hogyha te a karmádat feloldod. Tehát nincs karma oldás nélküli boldogulás. Értjük? Tehát ez a boldogságot így meg lehet idézni, és át lehet élni, úgymond, folyamatosan és állandóan, és ebben hinni nem, hogy lehet, hanem kell, hogy ezt az ember el tudja érni. De ugyanakkor ez nem azt jelenti, nem ment fel az alól, hogy a karmánkat megismerjük, és most itt nem a reklám helye, de tényleg nem ismerek én legalábbis más jobb tudományt vagy eszközt a karma megismerésére, más jobb megismerési, önmegismerési eszközt, illetve tudományt, mint az asztrológia, a személyi horoszkóp értelmezés. Azért, mert ott egészen pontosan majd, hogy nem matematikai egzaktsággal az asztrológia szimbólum rendszerén belül és értelmezési rendszerén belül természetesen megvan határozva, megvan jelölve, ki lehet olvasni belőle azt, hogy rád, vagy rám Kozmaszilárdra pontosan ez és ez, tehát mondjuk az én esetemet véve alapul, tehát a Skorpió karma, de nem azért, mert a Skorpió jegyében születtem, hanem azért, mert a kígyó évében születtem, a kínai asztrológia szerint, a rák karma, mert a rákban van a sárkány farkam, ugyanakkor a halak karma is, mert a 12, tehát a halaknak megfelelő 12-s házban áll ez a sárkány farok. A mérleg karma, ugye, mert abban van a lilitem, és az ikrek karma is jellemző reám, mivel az ikreknek megfelelő 3-as házban, az ikrek gyakorlati megvalósulási életkörében áll ez a lilit. Tehát 5 konstelláció szerint a 6-ból nekem úgymond úgy születtem a világra, hogy fordított látásmódon volt, úgymond fordítottan érzékeltem és láttam a valóságot, attól függetlenül, hogy mit mondtak a papok, hogy jártam hittanórára, még bérmálkoztam is, és attól függetlenül, hogy tehát Jézusnak ezeket a kinyilatkoztatásait én abszolút nem ismertem fel, azoknak az igazságait, ugye, maximum elragadott az elején a csoda, ami azokban az evangéliumokban szerepel, és utána kinkeservesen kellett ezektől a csodáktól, úgymond, és a csodavárástól megszabaduljak, illetve a külső boldogságnak az érkezésétől. Habár a dolog nem olyan egyszerű, tehát nem igaz, hogy kívülről nem jönnek és nem alakulnak boldogságot okozó körülmények, de az csak lassan, tehát miután a karmát minél nagyobb mértékben feloldottuk, illetve magunkat képessé tettük a szeretet és a boldogság és a fény, az igazság befogadására. De nem a hétköznapi gyakorlati, úgymond igazságügyi igazságnak a befogadására, az is kell, mert az is leképeződés ennek, tehát az egyetemes törvényeknek az igazságára, amiről a lányom segítségével készítettünk egy szép interjút, meg kell keresni, vissza kell keresni, egyesek dicsérik nagyon. De még fogunk készíteni, csak egyelőre a lányom, a legnagyobb lányom nincs itt, ő elment, megtalálta úgymond a párkapcsolati boldogságát,
egy barátom személyébe, egy nagyon régi barátom személyre, magyarországi barátom személyben. Talán ő volt és maradt az egyetlen barátom itt végig, akit nagyon fiatalon ismertem meg, ő akkor még csak úgy 20 éves, 21 éves, 2 maximum fiatal ember volt. Gondnokként dolgozott egy olyan egyetemi kollégiumban, Sopronban, ahol én időnként megszállhattam, nem tudom már kinek az ajánlására, és összebarátkoztunk, és horoszkopot készítettem neki, hiszen sokat segített. És tehát egyáltalán a magyarországi és a soproni helyzetekben és a városban való eligazodásában és egyéb dolgokban, ugye, meg az, hogy mindig kerített valahol nekem egy kis szobát abban a kollégiumban. Igaz, hogy nem volt nehéz, mert nem volt az terített annyira az a kollégium, de voltak ilyen időszakok, amikor egyetemisták, vagy volt egyetemisták jöttek fokozati vizsgázni, meg így szakképesíteni magukat, és olyankor is szorított egy kis helyet, vagy talált, vagy adtát volt, amikor az ő kapus szoba melletti vendégszobáját, és így tovább. Na most Medárda akkor 3 éves volt, és akkor ez a fiatalember, akkori fiatalember 20-21, ilyesmi, maximum 22 lehetett, tehát majdnem 20 év, nem éppen 20 év a korkülönbség közöttük is, mint közöttem is Medárda édesanyja, és a Viola között még nagyobb, köztem és Viola között a korkülönbség. Tehát én aztán igazán nem lázadhattam ez ellen, ugye, nem vagyok olyan apuka, de egyébként is asztrológusként, metafizikusnak rugalmasnak kell lenni. És az imént említett sárkányfarkomon egyébként ott van egy pozitív, nagyjából pozitívan fényszögelt Uránusz, ami a Skorpió napomtól és a Skorpió Merkuromtól pozitív fényszögeket kap. Tehát először persze, hogy ellenkeztem, amikor ezt így megtudtam, hogy mi a szándékuk, és nem tudtam elfogadni, de egy-két hét elteltével aztán belenyugodtam, egyébként nem volt, amit tegyek, tehát azt mondtam, hogy menjen, hát erőszakkal nem lehet itt tartani, de most egyre inkább arról számolnak be, hogy mennyire boldogok, hogy megtalálták egymást. Na. Tehát mondom, horoszkopot készítettem, ő készítette számomra az első honlapomat, és nem csak az első honlapomat is, de utána még vagy 2 honlapot készített, ilyen asztrológusi honlapot, és azt a szép fényképet is ő készítette, hol ott vagyunk az egész család, aprai nagyja, akkor még az ikrek nem voltak meg, és ilyen szép, ilyen csillagos, ilyen asztrális keretbe helyezett, nem másért, de biztos ezt a fényképet látták már. Tehát Zsolt barátom lett a lányomnak az élettársa, és azt mondják, ráadásul mondja Medárda, hogy Tast nagyon ügyesen neveli, nagyon keményen, férfiasan úgymond, és Tast már kezdte átvenni a gesztusait, a habitusát úgymond Zsoltnak. Úgyhogy ennek örvendünk. Na, ez is egy ok, ami az embernek úgymond boldogságra ad okot. Tehát tudom, hogy, és mondom, hogy ez az emberke ismerte az egyetemes törvényeket. Tehát ismeri? Tehát ahogy mi folytonos kommunikációban voltunk, és amikor én ezeket a tanulmányaimat írtam, a legfontosabb tanulmányaimat elküldtem neki, elolvasás céljából, sőt, talán volt neki egy régi honlapja, valami művészeti honlap, arra is feltöltötte ezeket az egyetemes törvényeket, úgyhogy a lányommal maximálisan, hogy mondjam, színvonalas, hogy úgy mondjam, és az életnek és az igazságnak megfelelő a kommunikáció. Tehát ezeket az egyetemes törvényeket, amiről könyvet jelenítettem meg, és amiről esetleg, hogyha valakik kérik, akkor tudok rendelni a kiadótól, és oda tudom adni, vagy el tudom postázni, vagy ha ide jön meglátogatni minket, akkor át tudom adni. Érdemes az egyetemes törvényeket ismerni, mert az egész életünket, annak minden mozzanatát, de még a gondolkozásunkat is, figyelem, a gondolkozásunkat, még a képzelgésünknek a
mikényét is pozitív értelemben azok befolyásolják, illetve objektív értelemben, mert tehát ez rajtunk múlik, hogy melyiket válasszuk, az optimizmust vagy a pessimizmust, hogyha karmánkra hallgatunk sokáig, még hogyha optimistán is, hogy mondjam, a karmánk szerint élünk, akkor előbb-utóbb pessimizmusba és depresszióba fogunk kerülni, mert az persze, hogy meg fog állítani a sors, előbb-utóbb, vagy 35 éves korunkban, vagy 42, vagy 49, vagy legkésőbb 56 éves korunkban biztos, hogy leállít, és nem engedi, hogy tovább fejlődjünk, tovább, hogy mondjam, tehát az életünknek öröme és beteljesülése és boldogsága legyen. Tehát ez biztos, ezt én végigkövettem. Szinte 30 éve már, hogy készítek horoszkopokat, illetve, hogy megtanultam az asztrológiát, annak 2 éve lesz, ugye 91 végén kezdtem el járni az eltárba, és már 92 tavaszán már volt horoszkopom, és attól kezdve úgymond kinyílt számomra a világ, kinyílt számomra a világ, az élet. Annélkül, hogy tudtam volna, mert akkor erről nem volt szó, megnyílt a boldogság, a boldogulásra való eljutási lehetőség. De akkor még nem tudtam róla. Ott az eltárban ezt így, hogy boldogság különösképpen nem tanították, hanem egyfajta ilyen, ők a szeretetre alapoztak, egy ilyen, az Elta neve is egy ilyen szimbolikus, egy ilyen misztikus női spirituális entitásról szólt, hogy a szeretet a legfontosabb, de azért volt benne megismerés is bőven, hiszen az asztrológiát azért tanították. És hál' Istennek nem olyan asztrológiát tanítottak, mint általában Európában, nem tudom, hogy érezhetett rá ez a Jundumi Trescu, de a Lilitet azt valahol van, onnan megtudta, és azt már bejelölték a horoszkopba, és nagyon kevés szöveget, de adtak arról, hogy a Lilitnek mi a jelentősége, jelentése különböző jegyekben és különböző házakban, ugye, hogy a sárkányfarokról, és a sárkányfaroknak a jelentését is leírták, de itt már sokkal nagyobb leírások voltak, tehát erről már nagyobb a tradíció, nagyobb a tapasztalás az asztrológiában, már aki ezt a karmapontokat használja, mert például van egy asztrológus Budapesten, akinek most Takács Tibor, szinte azt mondtam, nem jutott eszembe a neve, de hogy nem, elég jelentős asztrológus ahhoz, hogy az ember észbe tartsa. Tehát ő nem azt mondja, hogy a karma pontok azok nem létező valóságok, mint a fekete pontok, ahogy énekli Cseh Tamás, hogy egy nem létező bolygó a fekete pont. Tehát ezek sajnos ezek a fekete pontok szintén nem létező bolygók, de nagyon is jelen vannak, mint a fekete lyukok az űrben, ugye a mi életünkben, illetve a mi lelkünkben és a szellemünkben karmaként nagyon-nagyon sok fordított látást és káprázatot és szédületre való vágyakozást és kevésséget és gőgöt és nagyképűséget és beképzeltséget és egolatriát és ezeknek megfelelő szamár ambíciót eredményeznek az emberek személyébe, és ennek köszönhető is valahol a koronavírus létezése, mivel az emberiség valamiért nem jutott el odáig, hogy ezt felismerje, erről tudomást vegyen, és neki fogjon a karma pontok által jelzett negatív tulajdonságainak és késztetéseinek a megfelelő pozitív tulajdonságokká és képességekké való átalakításába. Az imént említettem a szelídséget, a szerénységet és az önzetlenséget, na most pontosan, hogy ezek az ellentétei a kevésségnek, a beképzeltségnek, a nagyképűségnek, az egolatriának és így tovább. Ezért mondja Jézus a tanítványainak, hogy a legkiválóbb közületek legyen a legszerényebb, vagy máshol azt írja, és az alázat elfelejtettem mondani, hogy mert szelíd és alázatos szívű vagyok én. Nem tudom, hogy hol mondja ezt, de mondja, biztos. Papok biztos fognak ebben igazolni. Vagy a teológusok. Tehát a
boldogság az emberiség, tehát valamiért meg volt ebbe gátolva. Ez az én elméletem az, hogy nem annyira Drábik József, vagy János, bocsánat, elnézést, mert elég megbízható és markáns személyiség is, nagyon értelmes ember ahhoz, hogy tévesen mondjam ki a nevét. Tehát azt mondja ő, hogy az emberiség boldogságába, és főleg a magyarság boldogságának az útjába, ezek az ultragazdagok, ezek a globális hatalomnak a úgymond háttérben szereplő, úgymond szürke eminenciásai, de nem eminenciások ők, hanem ők a hatalom gyakorlói igazából, ahogy mondják Drábikék, és még nagyon-nagyon sokan, tehát ez nem csak tőle származik, és nem csak magyar gondolkozók fedezték ezt fel, hanem amerikaiak is, és angolok, és franciák, és németek, és így tovább. Tehát, hogy ezek vennék el az emberiségtől a boldogsági, boldogulási lehetőséget, az, hogy szeretetteljesek legyenek, hogy világosak legyenek, ha nem tetszik tudni, hogy micsoda. Az, hogy az asztrológiát, ami egy csodálatos tudomány, és amiről szól az is, hogy a Mózes átmentette, mert nyilvánvaló, hogy nem állatokat mentett azon a bizonyos bárkán, ugye? Noé bárkája maga az asztrogram, maga az állatöv. Az a Noé bárkája, ott vannak párossával, tehát feminin és maszkulin, ugye, jeggyel vagy bélyeggel, az állatok, egyes állatoknak megfelelő magatartások, noha ebbe két esetben ember is megjelenik, a szűz esetében és a vízöntő esetében nem állatról van szó, hanem emberről van szó, sőt a nyilas esetében még kentaurról is, tehát fél ember, fél állat. Ezek mitológiai értelmezések és magyarázatok, megfigyelték több ezer, és több, szerintem több százezer éven keresztül, mert ma már azt is, abban is biztos vagyok, hogy az emberiség nem csak ez az emberiség volt, ezzel a kultúrával azelőtt is volt emberiség többször, és erről szólnak az ősmitoszok. Lásd Mahabharata és Mahayana a hinduknál. Tehát a lényeg itt az, hogy mindig is ez volt a problémája az emberiségnek, hogy a boldogságot nem tudta elérni, tetszik tudni miért? A kivetítés miatt. Ezt azt hittem én az elején, hogy ez csak egy ilyen, tehát tényleg igaznak véltem a pszichológiának ezt a felfedezését, de ma értem és tudom, hogy ez mennyire veszélyes dolog, hogy ez antikrisztusi magatartás, és az asztrológia is pont ezzel ellentétes logika szerint működik, tehát, hogy nem kifelé látjuk állandóan a nehézségek okát és az ellenségeket, és az ellenségképzetekben való gondolkozás és képzelgés tulajdonképpen az a mágikus erő, ami mindenkinek külön-külön személyként ugye ezeket a nehéz életkörülményeket, illetve egészen pontosan a betegségeket, az ideg és az elmebetegségeket is, igenis, nem csak a szervi megbetegedéseket okozza. Tehát mivel, hogy az asztrológusok szerintem, a régi asztrológusok, vagy Noé után valaki, vagy valakik, elkezdtek jósolgatni az asztrológiával, és a jóslásnak megfelelő logikát építettek belé ebbe a tulajdonképpen önmegismerési, és Isten megismerési, és létmegismerési, és életmegismerési, és valóság megismerési tudományba, ősi tudományba, aranytudományba. Sajnos ezzel az aranyból szarany csináltak, igen, a jóslásokkal, mert mindannyiunkban ott van, ugye, nem mindannyiunkban, a kapzsiság például, a bikakarmásokra gondolok én, vigyázat, többször mondtam, nem a bika napjegyében született személyekről beszélek. De a skorpió karmások is, ugye, ezekre is jellemző, ha nem is a kapzsiság, de a fösvénység mindenképpen,
Ugye, de a Mikára és a Vénusszal és a Jupiterrel úgymond irányított konstellációk szerinti karmára, tehát gondolok itt a mérlegre, ugye a Mika mellett, mert mind a kettőnek a Vénusz az uralkodó bolygója, a nyilasra, hát az egyértelműen negatív megnyilvánulásaiban zsákmányszerző, zsákmányoló. Tehát én nem tudom, valamikor majd a történelem folyamán az utánom jövő generációk asztrológusai, akik majd ezt a vonalat, ezt a szálat felveszik, ugye? Amíg én életben maradok, remélem, hogy azért elég emberrel meg tudom szeretetni, és rá tudom világosítani, ébreszteni, vezetni, hogy ez az egyedüli értelme az asztrológia gyakorlásának. Tehát, hogy majd kimutatják, hogy ezek az óriási vagyonokat szerző emberkék, vagy azoknak az apja, de nagyapja, de dédnagyapja, stb. Ezek ugye régi családok, Rockefellerék is, Fordék és többiek, én nem ismerem annyira őket, nem a Hiltonék, hanem a Rothschildék, ugye, stb., hogy ezek biztos, hogy nyilas karmával is rendelkeztek. Tehát bennük volt ez a harácsolási ösztön, ez a zsákmányolási ösztön, és így tovább, Bikával bizonyára keveredve, és így jutottak gátlástalanul, persze biztos, hogy bakkarmával is rendelkeztek hozzá, ugye, hogy nem nyíltan a politikai szintereken dolgoztak, hanem törvénytelenül a sötét háttérből, úgymond, és persze itt még a Skorpió is bejön a képbe. Na, tehát a lényeg az, hogy úgysem ők veszik el a boldogságunkat, hanem az a hamis asztrológiai tudásrendszer, ami azt mondja, hogy létezik olyan konstelláció, amelynek a hatására az bekövetkezik, és te odafigyelsz, és mit tudom én, hogy szokták mondani, de azt hiszem, hogy Paksi Zoltán ennek a híve és terjesztője, hogy megragadod az alkalmat, tehát gyorsan akkor megfelelően viselkedsz, és megfelelő magatartást veszel fel, akkor úgymond megcsinálod a szerencsédet, és akkor attól boldogabb leszel. Ezek az emberek elfelejtik azt, amire Jézus, hogy mondjam, legfőképpen felhívta a figyelmet, hogy aki meg akarja nyerni az életét, elveszti azt. És persze ez egy nagyon költői megfogalmazás, hogy aki feláldozza az életét, megnyeri azt. Itt nem is a feláldozással van a baj, hanem a megnyerésével, mert nem lehet megnyerni. Tehát csak boldognak lenni lehetséges, boldogulni, és mondom, utólag aztán majd, ha ez a kettő párosul, figyeljük meg, tehát a karmaoldás egyrészt, ha párosul a boldogság képességnek az elérésére való törekvéssel, aminek persze az előfeltétele a szeretetre való, az önzetlen, odaadó, elfogadó szeretetre, elengedő, megbocsájtó, elbocsájtó szeretetre való törekvés, a másik meg a világosságra, hogy az ember lehetőleg ne beszéljen szamárságokat, és főleg ne ámítsa magát. Tehát az isteni logikának a megértésére, az egyetemes törvények által képviselt egyetemes, hogy mondjam, létezés logikájára, tehát a megváltás logikájára való törekvés, ez a kettő, tehát a karmaoldás és a szeretetre, értelemre, világosságra, igazságra, főleg igazságra, hogy az ember ne hazudjon magának, itt erről van szó főképpen, mert a mi is a fény, mi is a világosság, mert mindenki azt mondja, hogy fényben és szeretetben, szeretetben és fényben, szeretetben és világosságban éljünk. De a világosságot mi váltja ki? Az igazságra való szomjúság. Ugyancsak a nyolc boldogságban, vagyis a hegyi beszédben mondja Jézus, hogy boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert nem tudom, hogy mi lesz velük, ezt most már nem jut eszembe, de még van egy pontja, megint az igazságról szól, azt mondja, boldogok, akik szomjaznak az igazságra, mert kielégítetnek. Tetszik érteni?
Igazából boldog nem lehet az ember sem szeretet nélkül, az hazug boldogság szeretet nélkül, de ugyanúgy igazság nélkül sem lehet boldog az ember. A kettő egy. Az egyik az Uranushoz is tartozik többek között, a másik a Neptun, tehát a szeretet és az odaadás és az empátia és az elfogadás. Befogadás, haragvás nélküliség. És a projekció nélküliség, amiről mondtam, hogy nem mint projektált kifelé, hogy te emiatt és emiatt, amiatt és a férjed miatt, vagy a feleséged miatt nem vagy boldog, ebbe a hibába én is beleestem régebb. És nem is olyan rég. És megjött tőle a cukorbetegség. Azonnal szerencsére ki tudtam lábolni belőle, még jobban megszigorítván az étrendemet, úgymond, és még inkább, és még odafigyel, hogy rendszeresebben sportolva, amit itt megtehettem Gyomaendrődön, ugye, az udvaron, és főként, hogy a projekciálást, a projektálást, a kivetítést megszüntetve. Na, még akkor is, hogyha többször panaszkodtam azért, hogy Violát valahogy elbántak, ugye, az orvosok Gyulán és Békés Csabán, és hogy utána nem adták meg sokáig az alapellátásunkat tévedésből és ambícióból bizonyos kormányhivatalnokok, és így tovább. Most itt kinéztem az ablakon, és az jutott eszembe, hogy szokott jönni időnként a postás, úgyhogy ha jön és csenget, akkor én ki fogok rohanni, és átveszem, amit hoz, mert nagyon sok minden felgyűlt, mert egyébként el kell menjek a postára kivenni ezeket a múlt héten átnemvett küldeményeket, mivel hogy ki volt merülve az elem a kis kapucsengőnkből, de most már van benne, úgyhogy addig egy kis türelem kell, amíg kifutok és visszajövök, mert megszakítani nem akarom, ugyanis akkor én nem tudom, még nem értek hozzá, hogy összevágjam a különböző előadásokat. Én csodálom azokat az előadókat, akik meg ilyen YouTube-ra feltevő, úgymond készítő előadókat, akik meg tudják vágni az előadásaikat. Én nem tudom, ezért folytonos kell legyen és folyamatos az előadásom. Remélem, hogy meg tudok tartani egyfajta logikai fonalat, hogy mind a nagynyiatok számára érvényes legyen. Tehát ennek a boldogságnak a fontosságáról már a Hermes Trismegistos, Tabulas Maragdinája is beszél, azért annyira varázslatos és döbbenetes. Egyszer Medárda elmondta ezt a Tabulas Maragdinát egy olyan előadáson, dr. Szalai Zoltán muzikológus és zeneszakértő, zenetanár Csíkszeredában tartott egy előadást a Városházán, Városháza a dísztermében, arról, hogy milyen a magyar lelkület, a régi ősi magyar magatartás, és a végén Medárda elmondta ezt a Tabulas Maragdinát, és mert kérdezték, hogy van-e hozzászólása, mondom, hát én ehhez nem nagyon tudok és akarok hozzászólni, de itt van a kislányom, aki ezt szeretné mondani, a Tabulas Maragdinát. Medárdában van egy ilyen oroszlán karmás, és ötös házban van a Jupiter, és a többi egy ilyen szeretetteljes megnyilvánulási ösztön, ugye, kívánság, és elmondta, és csodálták, és puszilták, és minden. És a végén odajött, ott volt a terembe a csíkszeredai unitárius pap, és megkérdezte, honnan van, hogy tudna ő hozzájutni, küldjem el, megadta az e-mailjét, stb. Annyira tetszett a papnak ez a úgymond vers, ami vers, de tulajdonképpen egy alkimista, alkimiai beavatási titkos tanítás igazából. Na most én sokáig úgy sejtettem, hogy mi lehet a teleszma, én ma már tudom, hogy a teleszma, amiről ott szó van, hogy ez a teleszma, ez minden erőben az erőnek az ereje. Ha ezt megértetted, előled minden sötétség kitér. És a teleszma ugyanaz, mint az elixír, és ugyanaz, mint amit művel úgymond a főnix madár, vagy a magyaroknál a turul madár. Ugyanaz, tehát az újjászületés, a megújhodás és a boldogság maga az, aminek ekkora
mágikus ereje van, hogy a legfontosabb, amit róla aztán mond Buddha, illetve Gautama Siddhartha, ugye, aki állítólag Buddhává lett, az, hogy ez, ami még a gyémántot is elvágja. Figyelem! Tetszik érteni? Az, ami abban a korban, hogy mondom, a gyémánt volt a legerősebb kristály, vagy kő, vagy minek nevezzem, hogy azt akkoriban talán nem lehetett, nem tudom, hogy kövekkel szét tudták morzsálni, de hogy elvágni azért biztos, hogy nem tudták. Most már biztos, hogy vannak olyan lézertechnikák, hogy el lehet azt is vágni. De itt nem az a lényeg, hogy ez a kő milyen, ez a kőzet vagy kristály milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hanem tényleg nagyon-nagyon erős, azzal üveget vágtak régebb, stb. Tehát ami a gyémántot is elvágja, tehát mi lehet az, ez a finom. Tehát nem az a lényeg, hogy elvágja, ez csak egy ilyen metaforikus hasonlat. Arról van szó, hogy az életben, az életedben a dolgaidat rendezi. Tetszik érteni? Tehát nem véletlenül ez a megváltáspont és a boldogságpont, vagy a királyságpont, úgymond, a horoszkópban, amiről Jézus tudott. Egyébként többször említettem talán, hogy meg lehet keresni az interneten az úgynevezett arab evangéliumot, az egyik, azért adogok meg közben egy lény minden, az ablak felől jön felém, és megszól, félek, hogy rá fog szállni itt az arcomra. Tehát ez az, ami az arab evangéliumban le van írva, hogy Jézus micsoda asztrológiát tudott már akkor. Tehát azért tudta kinyilatkoztatni mindazt, amit tudott, mert szerintem tényleg ennyi és ilyen magas rendű asztrológiát tanult, hol Egyiptomban, vagy hol, nem tudom. De a tarotot is ismerte, az biztos, mert a hegyi beszédből az egyértelműen kitetszik. Na most, tehát az elixír, még van neki egy elnevezése, az Excalibur, az angolok, az angol mitológiában, ugye az a kard állítólag, ami kirepült, nem tudom kinek, melyik római harcosnak a kezéből, vagy amit eldobott, mert hogy többet nem akart harcolni, mert béke lett a brit földön akkoriban, és az egy kőbe belefúródott, és beleolvadt, és ott volt, amíg aztán jött a Túr király, aki vagy ő vette ki, vagy neki a mágus Merlin, nem tudom már. Tehát ez az Excalibur, az elixír, és a boldogság, és a teleszma ugyanaz. Tessék ezen elgondolkozni. Úgyhogy én sokat már nem is akarok erről beszélni, mert a többinek utána kell olvasni, de ez mágikus erővel ez bír, nem a kabala, nem a mit tudom, kabala állatok és kabala figurák és stb. És nem a, mit tudom én, az oltári szentség, annak biztos, hogy van mágikus hatása, mert hogyha a hívek azt megnézik, és amit róla mondanak a papok, az átalakul egy ilyen pozitív hitté, és annak is van ereje, de igazából akkor van annak is ereje, hogy az ember saját magában felfedezi azt, amire Jézus tanított, tehát a boldogságra. Hogy ő külön nem tért ki arra, hogy karmát kell oldani, az biztos, de ezekben a kinyilatkoztatásaiban egyértelműen arról van szó, hogy tudja, hogy az élet és a sors, úgy működik a sors mechanikája ez, tehát, és mond is ilyeneket, hogy nem lehetsz egyszerre szolgálja két úrnak, nem lehetsz egyszerre a mumnonnak és az Istennek is. Tehát itt az ikrek problématikát veti fel, ugye, tehát az ember el kell köteleződjön, úgymond az Isten igazság és szeretet mellett, és általában az igazság mellett, és mi az Isten igazság? Megint csak a kiegyenlítődés. Illetve az, ami a kiegyenlítődést lehetővé teszi. Nem, megint nem bíró igazságokról van szó, mondom, nem BTK igazságokról, és így tovább, nem politikai igazságról, ezt most már tudjuk. Most már tetszik látni, a koronavírus erre is jó volt, hogy kiderítette azt, hogy nem kell utálni a politikusokat, mert ők is valahol csak fogjai ennek úgymond a háttérhatalomnak, hanem egyszerűen annak kell venni, amit ők is úgymond olyan mesterségeket gyakorolnak, mint a mérnökök,
a jogászok, az orvosok, mit tudom én, az informatikusok, stb. Stb. Nem kell tőlük többet elvárni, mint hogy az orvosoktól sem kell többet elvárni, mert láttuk, hogy végül is, és a tudósoktól, hoppá, itt vagyunk a fénynél, az igazságnál, hogy az, amit a tudomány, a mai tudomány képvisel, az egyáltalán nem az igazság. Lehet az tudományos igazság, de az nem Isten igazság, tetszik érteni? Nem ember igazság. Ennek a segítségével tönkretettük a Földet. A szennyezés akkor, hogy nem igaz, de most nem erről van szó, mondom, a koronavírus bizonyította be, hogy rengeteg tudós dolgozott világszerte azon, hogy ezt a koronavírust kifejleszék, és ahogy Drábik János elmondta az utóbbi vagy utolsó előtti, nem tudom, hogy mondjam, hogy ne legyen utolsó, nem utolsó, reméljük, hogy még nagyon sok előadást fog tartani. Tehát, hogy az amerikai egyetemeken megint csak tudós professzorok, közgazdászok, politológusok, szociológusok, mit tudom én, még kicsodák, azt dolgozták ki, hogy a koronavírusra és a koronavírus által okozott hisztériára, illetve a mainstream média által felfújt, és nem tudom, hogy ez véletlenül sikerült-e nekik ennyire, Drábik Jánosék szerint szintén csak arról van szó, hogy ezt már megtervezték, előre tervezték, és itt nem az a lényeg, hogy a gonosz politikusok, úgymond, mert nem mind azoknak, hát azért egyezzünk meg, nem mindegyik politikus gonosz, és van, aki jó indulattal indul el a pályán segítő akarattal, akár csak nagyon-nagyon sok orvos, aki aztán időként gerinctelenné válik, és megromlik, és kegyetlenné válik, és stb. Ugye ezekről filmeket látunk, van elég, és nekünk sajnos tapasztalatunk is volt Jolával erről. Tehát, hogy tudósok, orvosok, kérem szépen, orvosok hada, és biológusok, és informatikusok, és fizikusok hada állt úgymond rendben, és a világ különböző pontjain ahhoz, hogy összeállítsák ezt a koronavírust, és hogy utána, utólag Amerikában, tehát, hogy hatalomgyakorlási módszereket, tudományos úgymond hatalomgyakorlási, tehát az emberek szabad lelkét és szabad gondolkozását megerőszakoló módszereket dolgozzanak ki, hogy ezek szerint a koronavírus létezésének vagy nem létezésének az alapjából, vagy hogy mondjam, az amiatti ideológiából egy ilyen kényszerhelyzetre, mint egy ilyen kényszerhelyzetre hivatkozva hatalomgyakorlási módszereket dolgoztak ki, amelyeknek része persze a maszk is, ez is ez egyértelmű, hogy hatalomgyakorlási, hogy mondjam, eszköz. Na kérem szépen, szóval itt arról van szó, hogy meg kell tanulni az embernek ezek ellenére is boldognak lenni, és bízni a boldogság erejében, a mágikus erejében, és nem hagyni, hogy ezek lelkileg marcangolják, és az egészségét felszámolják, stb. Nincs könnyű dolgunk tehát, de a boldogság ereje, és a szeretet ereje, és a világosságra, az igazságra való törekvés ereje, úgy is, előbb-utóbb pozitív, meghozza maga pozitív mágikus hatásait. Én ebben nagyon bízom, és mindenkinek azt kívánom, hogy ne lankadjon abban, hogy a szeretettel oldja, hogy a szeretettel oldja. Tehát én most nem haragból mondtam el ezt, hogy mi történt, mert én ezeknek a hölgyeknek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok imáimban, ahogy Jézus tanította, és szeretetet, és hogy lejjék meg, és kapják meg, és az igazság szelleme, a Szentlélek látogassa meg őket, és világosítsa meg őket, hogy azért ilyen dolgot nem kell és nem szabad csinálni, hogy ez visszaélés. Na most mit jelent a visszaélés? Jó, hogy ezt kimondtam. A visszaélés a hatalommal, a helyzettel, a hivatali pozícióval, másnak az idejével, másnak a jó indulatával, másnak a naivitásával, másnak a butaságával, és így tovább, vagy a hátrányos helyzetével egy adott pillanatban. Mind amiben voltunk én, meg az a tanítónő is, aki nem merte azt mondani, hogy nem tudom miért, hogy de hát nem ezt mondtam én, amit tetszik diktálni, ugye? Tehát ez a visszaélés az azt jelenti, hogy visszafelé fejlődés.
Számtalan, több videómon is szerepel az, hogy visszafelé fejlődni, az azt jelenti, hogy boldogtalanná válni, és azt jelenti, hogy megkeseredni, úgy mondjam, így a keserű száj szélen így megjelenik ez a kis ugye, ránc itten, az arc tönkre megy, és az embernek az egész alkata jelzi azt, hogy ő nem boldog, ő nem egészséges, ha nem is testileg, de legalábbis lelkileg, szellemileg is így tovább. Egy szóval, hogy nem boldog. Na, tehát a koronavírus erre is tanít minket, hogy ne projiciáljunk, mert itt azért van koronavírus, kérem szépen, mert mindenki állarcot visel. Tehát mielőtt megjelent volna, tehát ami kint van, ugyanaz, mint ami bent van. Tehát mielőtt a koronavírus megjelent volna, és ez az állarc viselési köteleződés, kötelesség, amit a politikusok ránk erőltetnek, már nem ott volt a kozmetikai ipar. Már a nők a szeretet helyett, ahelyett, hogy szeretetteljes sugárzó arcuk legyen, és boldog arcuk legyen, nem, mert ők a szeretetnek a megtestesülése, ahelyett sminkeléssel, és hajfestéssel, és mindennel, úgymond szépé, mert a szépség a boldogságnak kellene, hogy legyen való. Persze ez nincs egyben így, hogy most már nem minden nem szép nő úgymond gonosz, tehát nem ezt akarom mondani, hogy nem éppen a kiváló szépségnek született nők még attól még lehetnek, nagyon-nagyon szép lelkülek, úgymond, és jó lelkülek, és szeretetteljesek, stb., meg igazságosak, igazságpártiak, hanem mondom, de van egy ilyen illúzió, egy ilyen tévképzet, hogy szépnek kell lenni, illetve hogy hódítani kell a szépséggel, és akkor magukat kiszépítik. És mindenki mást beszél, mint amit gondol. Erről van szó. Ezt jelenti. Tehát a vírus mindig szédületet, hazugságot, kábulatot, hamis információt jelent. A méreg, kérem szépen, a méreg, az erős méreg, vagy a gyengébb méreg, az hamis információ a szervezetnek. Az orvosok meg tudják mondani, vagy a biológusok. Hamis információ a szervezetnek azért mérgez, nem? Na most, hogyha mi hamis információt küldünk magunkról, és hamis információkat szolgáltat a mainstream média, ugye? Amely mindig felfújta a szenzációt, mindig felfújta a rendkívüliséget felfújta, egy ilyen hamis, illuzórikus világot hozott létre, nem csak a vizuális média, még ezek a bulvárlapok is, a gyönyörű szép fotóikkal, gyönyörű szép popós és mellüket mutatgató szép nőkkel, ugye, és kívánatos nőkkel, és melléjük a nagy szenzációs cikkek, stb. Ez mind hazugság, illetve a valóságnak az elferdítése, és ne tessék elhinni, mert nem ez a valóság. A valóság az, amit önök szépnek és jónak akarnak látni, de úgy, hogy az ne legyen a karmájuknak az elfödése, figyelem, hanem a karmájuknak a feloldása. Tehát még egyszer, például a hazugságra, a hazugság az önállításra való hajlam, ami a nyílas karmások és a halak karmásoké, az önállításra való hajlam mosok, hogy mondjam, köröm szakadtáig, fogkörömmel kell kapaszkodjanak az igazságba, az igazság szellemébe, a belső igazság szellemébe, illetve abban, hogy nem igaz az, hogy nekik a férjük, a feleségük, az apjuk, az anyjuk, a felnőtt gyermekük, vagy a politikusok, vagy stb. A főnökük a teljes életüknek a megkeserítője. Tetszik érteni? Mert az, hogy az életem egy bizonyos szegmensét, vagy hogy mondják, egy szeletét, egy ember vagy két ember megkeseríti azért, mert jelez számomra ő önkéntelenül és öntudatlanul is valamit, az más kérdés. Hogy ez a helyzet, hogy ránk kényszerítik a maszkot, az jelez valamit, jelez, ugye, és így tovább. Én mondom, így a maszkhordás problémát megoldottam, mert végülis egy nagy szabadságot és nagy lehetőséget látok benne. És van, tessék elhinni, hogy az önök életében is rengeteg korlátozás van, amit nem szívesen viselnek, és hogyha végig gondolják, az első bejelentkező mondatom szerint, hogy ha nem találtad meg valaminek a pozitív okát, nem az jelenti, hogy vagy a pozitívá, nem, folytassuk akkor a Hamvas Béla gondolatát. A pozitívá változtatási lehetőséget benne, ha nem találod meg, ugye, a téged optimistává változtatni képes lehetőséget, akkor nem kerestél eleget.
Gondolom elég információt szolgáltattam. Azt, hogy honnan van a koronavírus, tehát oda kell visszavezetni a hamissághoz, a hamisításhoz, de az egész életünk hamisságához, tetszik érteni, és főleg mondom, ebben nagy szerepe van a kivetítésnek, hogy nekem nem az egész, tehát egy-két dolgot számomra igenis negatívan blokkálhat, hozhat belemben olyan élethelyzetet, még a családba is olyan családtag, akitől nem lehetek boldog, stb. Egy bizonyos ideig, de ez meg fog szűnni. Tehát csak a boldogságot tessék erőltetni tovább önmagunkba, hinni a boldogság mágikus erejében, mert ez az elixír, és ez a teleszma, és ez az Excalibur, meg egyebek. Ugye ennek van boldog, hogy mondjam, életerősítő és fiatalító hatása, ugye igenis fiatalító hatása, és ezzel, ennek segítségével úgymond lehet elírni azt, hogy bejussunk úgymond az örök boldogságba. A többiek, meg akik visszaélnek, tehát helyzeteikkel, stb. Visszafelé fejlődnek, azok igenis a kárhozatba menekülnek, menetelnek, bocsánat, nem menekülnek, de van, amikor menekülnek. Van, aki elmenekül a boldogság elől. Van, aki elmenekül az elől, a helyzet elől, ami számára a boldogságot hozná meg, amennyiben annak a jelentését, annak az információját, pozitív információját megfejteni, és a megfelelő magatartást felvenni ahhoz, hogy boldog legyen. És elmenekül, elfut. Elfut az elköteleződés. Hányan futnak el az elköteleződés elől? Ugye? És így tovább. Uránusszal a sárkányfarkon, vagy az Lilittel együtt állva, vagy én is futottam régen, ott van az Uránuszom a sárkányfarkon. De nagyon régen, utána már nem. Na, úgyhogy ezeken gondolkozzon el mindenki, aki horoszkopot rendelt már tőlem, és aki fog rendelni a jövőben. Búcsúzom mindenkitől sok fénnyel és szeretettel, illetve igazság szenvedélyes szeretettel. Viszlát!